Borotválod az acskódat, nem? Nem. Nem? Nem borotválod? Nem, mással megoldjuk. Na jöttök? Azt nézd meg. Az a baj, hogy csak én vagyok jó képű. Aha. Cipőstílusban hasonlóat képviselünk. Én a feketét szeretem. Hát mert kevésbé koszolódik. És te lusta vagy letörő. Persze. Mit főzünk? A lényeg az, ugyan óram kevesen tudják, hogy nem véletlenül van ilyen testem, hanem ezért teszek. Veszünk hagymát hagymával. Utána veszünk tojást, és utána megyünk a henteshez, és veszünk békönt vagy sonkát. Szuper! Jó? Szuper. Mehetünk? Mehetünk. Akkor nézzük meg, mit tud ez a mai nap. Nem lopják el a sisakodat? Megmutatom, én meg a kulcsot is benne hagyom. Nagyon sokszor csinálom ezt. Én bízom az emberekbe. De ez a leheltér. Én még egyszer mondom, én bízom az emberekbe. A sportautomba is mindig benne hagytam. Én azt gondolom, hogyha lopnak, akkor valakinek tartoztál azzal. Én akkor is bízni akarok az emberek, amikor ők nem bíznak egymásban. Na jó, menjünk. Kívül menjünk, vagy belül menjünk? Menjünk belül. Beszélgettem egy rendezővel, és azt mondta, hogy a legjobb karakter vagyok itthon, és szerintem külföldön is. Nagyon érdekes, engem sose próbáltak ki filmben. Egyedül, amikor a Dwayne Johnson volt itt Magyarországon, és a Herkulest forgatták, akkor oda járt edzésre, ahova én, abba a gymbe, és meglátott, és a testőrét és a dublőrét oda küldte, hogy beszélgessenek velem, meg is hívott a filmjébe, csak sajnos, hogy akkor nem mehettem, mert TV2-es állandó szereplő voltam, és szedben akartak forgatni, amit az amerikaiak tiltanak, úgyhogy az kimaradt, de nagyon érdekes, hogy a magyar ember sose választott ki, Dwayne Johnson odajött az edzőterembe, és mondta, hogy ez a csávó kell. Csokolom! Jó reggelt! Azt szeretném először kérdezni, hogy egy piacon vagyunk. Itt divat még az, hogy egy picit alkudozunk, vagy már nem lehet, az elmúlt az a világ? Az az igazság, hogy ez már nem az a világ. Ez már a múlt. Én mégis megpróbálom, mert én akkor leszek boldog, okay. Hogyha bármi nemű pici kis ajándékot, kedvezményt, vagy három szem diót, de valamit kell, hogy kapjak, mert a piacon vagyok. Megbeszéljük. Köszönöm szépen. Rántottát fogok csinálni, mert az egyszerűbb lesz. Na, hát állunk elébe. Jó, akkor tökéletes. Vörös hagymára lenne szüksége, vagy itt nagyon könnyen meg tudok pucolni. Paradicsom jön át. Paradicsomot szeretnék kérni, 4-5 szem paradicsomot, mert azzal fogjuk megbolondítani a végén magunkat. Azt is rám bízza a választ? Igen, teljesen. Igen, őre bízom, mert nagyon kedves és szakértő. És paprika is kell nekem? Nem. Nem. Nem lecsót csinálunk. Szeretnék önöknek. Kedveskedj, nagyon finom. Korrupció, látod? Nagyon finom. Ez nem az. Olasz, nagyon szörnyű. Köszönjük szépen, imádom. Gábor, ilyen, látod, milyen érzés, amikor bejössz egy rendes emberrel, velem. Vagy ahogy velem gondolsz. Velem, és ajándékkal távozol. Köszönjük szépen, kész csók. Tizenöt tojásból csinálok egy nagyon fasza magyaros parasztreggelit, amiben lesz minden. Jó, felőlem. De hogy te mondjuk azért csinálod ezt az egészet, hogy nézettséged legyen, vagy azért csinálod, mert valójában kíváncsi vagy az emberekre? Ezt a műsort úgy találtuk ki a Tamás, hogy itt ő azon a laticeren feküdt, én az ágyon unatkoztam, mit lehet ebben a lakásban csinálni, amely valószínűtlen főzőműsort. Kérek szépen egy... Most fordítottam ki az élét. Igen, egyébként igen, egy tányér. Egy tányér? Tányér. Amire rárakjuk a hozzávalókat. Én belevágom a bőrét, mert szeretem, hogy hát van pirulva, jó? Hát majd jó. Na,
Ezt kérte, de szándékosan ezt kért. Nem, ő a nem, én mondtam, hogy bőgjön, a Berki bőgjön. Tehát ha már bőgött a hogy hívják, ne a hajdúnál, akkor bőgjön itt is. Mi fogunk a hajdúnak hagymaszagú a lehelletet? Nem, egyébként nem. A hajdú egy nagyon, nagyon hívó ember. Mi nem. Mi, ti nem, igen, hál' Isten. Viszont az, hogy a legcsorbább késbe hoztad... De most élesztem meg. Nem, próbáltad. Hát... Nem teszünk többet, a ezt legint... holnapra eltesszük, Gábor, mert csak ennyien vagyunk. Egy serp. Ötem. De miben szeretnél? Nem eszünk több. Egy serpenyőben. Serpanyóban? Serpanyóban, igen. Mm-hmm. Figyelj, te ismered ezeket az utcokat? Nem, hogy... nem voltam katona sajnos. Sportoló voltam. Szerintem mindenkinek kijárna egy katonasság egyébként. Most pont az a baj a fiatalok, hogy nem volt a katonák. Tintin, ez mit szólsz? Az, hogy szar, ugye? Nem, szóval nagyon szar. De nem, egy nagyobbat, ez aminek van mélysége. Az egy lábos. Egy lábosba csináljuk, igen. Nem, más nincs. A köztes nincsen. Köztes megoldás. De a lábos, vagy el tudok menni egy fazékével. El tud menni egy fazékével most gyorsan, de Tamás mindjárt mutatja, hogy mi van. Komolyan tippet, van kettő darab dolog és vége? Igen. És csak de ez? Mert ez egy albérlet. Ez egy fokkal jobb. Tehát egy ilyenbe tudjuk csinálni, vagy egy ilyenbe. Egy mert nem kell, mert egy legény albérletben, hogyha valamiből már négy van, akkor meg káosz van. Jó, hozok. Tükör van az olyan? Na mit, ez melyik lesz a jó? Hát egyik sem. Akkor sajnos el kell menni. De miért nem szóltál, hogy hozzak egy konyhát, egy szakácsot, meg egy serpőt? Mert ebből megoldja mindenki. Eddig senki nem próbálkozott. Elhoztam a kaját is. Dobjuk bele, megcsinálom ebbe a serpőt. Nem, hozok valami. Nem kell, ebbe megcsinálom. A leglaposabban? Nem, a nagyban. A nagyban, jó. Csak látom azért nem tetszett, mert le van kopva az alja. Nem, meg tudom csinálni. De már megettük róla sok egészségtelen szart. Megettétek az alját is már. De nektek ennyire nem számít, hogy mit esztek? Nem, jókat eszünk, csak hülyén gyártjuk le. De hát nem tudsz jót tenni egy olyanban, amit mondjuk nem kellő ideig csinálsz, mondjuk pontosan azért, mert nem jó a hozzávaló eszközöd. Az szép, hogy fejesnek jól tetsz. Jó, azt meg a vállom! Az elváltozást úgy hívják, hogy tendinitis calcanea, tehát a rotátor köpeny egyik inának, az úgynevezett supraspinatus innak a messzesedését látjuk. Tehát... Az ott a messzesedés. Ez a kicsi felvő itt. Uh-huh. És meddig fog ez nekem fájni előre láthatólag? Tehát mikorra tudok majd normalizálódni? Hát ez hónapok kérdés lesz. Nagyon sok fizioterápiát kell csinálni, lökéshullámterápiát javaslok, és gyulladás csökkentő gyógyszerek szedését. Új, csinos lányok lesznek majd a fizikoterápián? Hát, bízunk benne. Szervezzük. Bízunk benne. Köszönöm, doktor úr. Nagyon szívesen. Na. Nem főzöl? De, meg kérem vissza a lábast. Ja, elvittem? Hát úgy tűnik, ha nem látod az asztalon. Én azzal nem értek egyet, hogy rá fogok mindig külső tényezőkre dolgokat, hogy azért mert drága, azért mert nem, azért mert ilyen, meg olyan. Nem, lehetek egy kicsit igényesebb. Ne vidd el, mert én hosszú, én csinálom a szemetest. Ja? Tegyük rá, ráfér? Rá. Ráfér. Meg is rá? Meg. Na, gyújtsatok alá, légy szíves. Mert én nem dohányzom. Most csináljuk kint az erkélyen szerintem. Akkor rakjátok ki. Úristen, tehát ezeket rögzítsétek el, mert ezek... Az, hogy... És tényleg nem tudja kivinni. Azért jó ezt az egészet látni, mert jó végre elesettnek, szerencsétlennek és bénának látni. Amilyen vagyok valójában. Várjál, viszek neked egy asztalt is. Az nem kell, hát ide rárakom ide a földre. Lerakod a földre, aztán annyi? Viszünk zongora széket. Simán, gyertek. Nem is értem, hogy sokan miért ilyen full milliómos konyhákban próbálnak erőlködni, mikor ez a művészet. Áruld el nekem, hogy bevállalsz fasságokat, herevasalás, ilyen-olyan interjú, ilyen-olyan balhé, vagy szörmébe jelensz meg valahol, és utána mindig elmondod, hogy ez csak átbaszás volt. Nem igaz. A herevasalás átbaszás. A herevasalás, így van, és még mire mondtam? Semmi másra.
Hát ez én a szörmés nem... dolog is kiverte mindenkinek a biztosítékot. De az viszont egy őszinte dolog. De miért akarsz te politikus lenni, mikor nem vagy rá alkalmas? Lehet, hogy nem vagyok alkalmas politikusnak. Sőt, lehet, hogy igazad van, és igazat kell, hogy adjak. De nem is akartam soha politikus lenni, és politikával sem szeretnék foglalkozni, de az emberekkel viszont igen. És Magyarország pedig éhezik az őszinte emberekre, éhezik egy jó vezetőre, és én pedig azon egy jó vezető vagyok. És az országot ne politikusok irányítsák, hanem irányítsa a nép, és irányítsák az emberek egy vezetőn keresztül. Kurva jó illata van. Ugye? Egyelőre olyan, mintha egy csodalámpát dörzsölgetnél itt a, hogy hívják, és száll föl a füst. Figyelj, adjuk már a jeleket, akinek kell innen a teraszról. 2-4, meg volt még, hát én nem tudom. Az ízek azok önmagukért beszélnek majd. Sajnálom, hogy majd a nézők, akik ezt is megnézik, miattam természetesen, nem a Gábor miatt, azok ezt nem kóstolhatják meg. De azokat vigyél nem, Tamás. Jó, de oké, de bízol bennem, vagy megszámolod? Nem számolom. Én bízom az emberekben. Jó. Tényleg kihoztad a tojáshéjakat? Hát gondoltam, hogy nem bízik. Végül is politikus akar lenni, vagy mit tudom én, tehát akkor így bizalom alapja. A pontos tojás elszámolás. Igen. Ebben az országban van mondjuk 3 millió ember, akit azért néznek le, vagy utálnak, vagy rühelnek, vagy nem tudom, vagy azért, mert szegények, nincs pénzük. Neked van, téged azért utálnak. Tulajdonképpen van egy 3 milliós táborod. Azt gondolod? Ha ezt így összemossuk, aha, a kettőt. Tök jó. Akkor az erős. Az jobb, mint a Fidesz. Az jobb, mint a jelenlegi kormány, igen. Hát számítok is erre egyébként. Nincs szükségem hatalomra, hiszen azt érzem, hogy nincsenek pozícióim, csak egy ember vagyok, viszont bármit, amit akarok, azt elérek. Úgyhogy hatalomra nincs szükségem, szerintem az embereknek sincs hatalomra szükségük, hanem arra van szükség az összefogásra. Ez egyfajta szövetség kellene, hogy legyen. És én tényleg látok egy olyan képzeletbeli Magyarországot, amikor minden egyes ember megfogja először a mikrokörnyezetének a kezét, valószínűleg Gábornak az első keze a kocsmároshoz fog nyúlni, de a lényeg, hogy utána körbeérünk. És ez a fajta szövetség fog tudni működni, de amíg széthúzások lesznek, addig nem. És én ebben bízok és hiszek is benne. Ez a legnehezebb feladat, ez a leglassúbb folyamat, de meg lehet csinálni. Légy szíves, Tamás, ezeket vágd el félbe. Jó. Jó? Mert azt hittem, hogy ezzel a fokanállal el tudom felezni, de nem tudtam. Az embereknek az első szó, ami eszébe jut, hogyha meglát téged, hogy bunkó paraszt. Ezt mivel vívtad ki? Azért tettél eleget. Tessék, ezt is így kell csinálni. Kétszer annyi szalonnával jöttem vissza, mint amikor elindultam. Még ezt légy szíves, Tamás. Talán azért, mert ezek az emberek, akik azt mondják, ők azok. Sosem gondoltam magam bunkónak és parasznak, viszont nagyon nyers vagyok, és talán a legőszintébb magyar. És miért akarsz a közéletbe helyet foglalni? Tehát, hogy azért most... Nem akarok helyet foglalni, helyem van a közéletben. Mi lesz a pártod neve? A Szövetség. Szövetségre lépek hazánk összes emberével, összes állampolgárával. És hol a kolbász? Az a végén, mert az csak pártért is. Krisztián, hogyan képzeled el azt, hogy te legyőzöd Orbán Viktort? Mindenki ugye a másikat akarja legyőzni. Én azt gondolom, hogy senkit nem kell legyőzni. Az embereket kell meggyőzni arról, hogy igenis övéki ez az ország, a miénk ez az ország. Ez nem egy miniszterelnöké, nem egy politikai, nem egy párté, hanem a miénk. És mi fogunk rajta közösen tudni változtatni, nem pedig egy ember. Úgyhogy nem Orbán Viktor nekem az ellenfelem, mert nincs ellenfelem. Én általában nem versenyzek senkivel, csak nyerek. Amit ugye láttunk bizonyos politikusoknál, hogy nem létező habzóborokkal és különböző jaktokon megpróbálnak újra fiatalok lenni, és felállítani a cerkát, majd nem sikerül. Ha ezt 20-30 éves korodban nem teszed meg, és nem csalod meg, és nem gyakorlod, és nem vagy túl rajta, akkor 50 évesen ez már a vicc kategória. Azt nézzétek? Azt a kurva, de jól néz ki. Ezt légy szíves, googolj le. De na, tudsz googolni? Persze, miért ne tudnék? Nem így tudom én, hogy te milyen mozgáskultúrád van. Köszönöm a feltételezést. És akkor most leforrázzuk a Gábor. Nem. Jöhet a tojás, Tamás! Közben mutatom a...
mutatom mindenki másnak is, hogy a szar az nem ilyen. El fogjátok mondani, hogy a Berkivel volt a legjobb a beszélgetés, és ő csinálta a legjobb kaját? Tojást kérjük. A tojást nem hozottam? Dehogy, de mit van? Na, erre nincs szükség. És nagyon lassan kavargatjuk. Na, ettől lesz aztán igazán. Krisztián lassan kavar. Nem tudom, veletek valami nagyon komoly ferdülés lehet, hogy igazából semmi másról nem beszéltek. Lehet, hogy régen én is ilyen lehettem. De hát sose voltam ilyen. Nekem azért mindig tudtam, hogy hova kell menni, ahhoz, hogy kisimult legyek. Tamás, paradicsom, négybe. Négybe? Só. Na, kérem szépen. Jó reggelt, elnézést. Én nem hoznám be ezt, mert magyarossat csináltam. Szia, Bálint Enikő. Szia, viszont hello, Enikő, viszont kóstold meg. Igen, szedünk neked teljes kérdésük kenyér. De menjünk, bemehetünk. Van benne szalonna? Hogyne lenne, mert kolbász. És viszont nem adok többet, mert vigyázok az alakodra. Te nagy vonalú. Kóstold meg. Egészséges kenyér? Nem eszünk kenyeret. Zsenyális. Isteni. Ez vagyok én. Ez vagyok én. Az erkélyemen főzte. Egy rezsón. Nagyon fincsi. Átjössz hozzám valamelyik nap reggelizni? Nem. Hát csak úgy, ha ilyen ízekre vágysz. Azért kérdezem. Nagyon finom. De nem gondoltad volna, hogy én csináltam. Az meg bocsánat, a választóidat itt felejtetted. Jó. Ó, még paradicsom is, ezt is legalább, nem csináltad? De csak egyet, nem, ezt viszont én választottam. Szia! Mi az? Mikor leesetek? Igen. Na, fogd rá a következő vevőre, mi elmegyünk. Gyertek! Megyünk! Tamás, ne ideges! De nem is adnék, tehát hogy... Te tudom, mert azt gondolod rólam, hogy egy vicceskedő kis pöcs vagy. Az vagy egyébként. Hát, nem, pöcs nem vagy, vicceskedős vagy. Sosem sértenék meg egy magyar állampolgárt sem. Nincs miért. Kétszer nyertem Halatortán című műsort. Egyébként ott egyszer sem én főztem, mégis nyertem. Hát fullon, maximum pontszám. És akkor mi volt jó? Minden. Ja? Meg kellően sok pénzt tettem a zsebükbe. Van olyan megvesztegetésed, amire büszke vagy, hogy ezt elintéztem pénzzel, ezt így megcsináltam? Minél inkább van hatalmad, vagy van eszközöd elintézni dolgokat, annál inkább nem nyúlsz hozzá. És nem azért, mert nem akarsz, mert még ez is egy álszentség lenne, hanem egyszerűen elkezd működni az életed magától. És nincs rá szükség. Azt tudjátok, hogy mind a hárman Komárom, Esztergom megye jelenleg? Mint az a bánya, te? Esztergom. Igen, oroszlány. De jó, te is bányász gyerek vagy. Persze. Erre mondtad, hogy vidék, és ezért iszol annyit? Lehet az oroszlányra? Nem, utána elköltöztünk Heves megyébe. Ja, az vidék. Az vidék oroszlányhoz képest, az tény. Ez a sok hülyeséggel, amit megcsináltál életedbe. Ha majd a lányod nagykorú lesz, és megkérdezi, hogy apa, te mit csináltál az életedbe, akkor büszkén fogod elmondani, vagy lehúzod a szemed, és azt mondod, hogy lányom, én bohócnak szegődtem, bohóc voltam. Megint egy közhely, de minden tettemért vállalom a felelősséget. Most a lányom azt szoktam mondani, hogy apucus olyan vicces. Apucus mindig hülyéskedik, és apucus mindenből viccet tud csinálni. Egy nagyon kis életre való kis csaj lett így 7 évesen, korán fel kell neki is nőni, azt gondolom. A gyermek sok esetben nem büszke a szüleire, fiatalon, aztán idővel megérti a szüleit, még később el is fogadja, aztán lehet, hogy még később meg is bocsájt. Nem a gyermekem lelkiállapota határozza meg az életemet. Apa lettem, lehet, hogy nem érdemeltem meg, lehet, hogy nem voltam jó apa, de jó apává szeretnék válni. Na és mit csinálsz akkor, hogyha majd
egyszer csak hazamész, és ott van egy 47-es cipő, és a lányod kegyeit keresi egy pas. Nyom bele fokrémet. Van a vállamon egy mondat latinul, hogy aki felkészül, az győz. Én minden élethelyzetre felkészülök, és ezt biztosan állíthatom. Tehát ez az életrendje, hogy legyen ott egy 44-es cipő, ne 47-es. Én pontosan tudom, hogy ugye nagyon sok kislány apa mintát választ. Az se baj, ha zsivány, az se baj, ha csinált már jó vagy rossz dolgokat. A lényeg az, hogy szeresse a lányomat, és őszinte legyen a lányomhoz. Minden más meg megoldunk a háttérben. Krisztián, mi az, ami neked ebből a beszélgetésből hiányzott, és kikívánkozik belőled? Tehát mi az, amivel te lezárnád ezt a műsort? Én egyetlen egy műsort sem zárnék le, főleg nem a tiédet, nem. Én szeretném, hogy ha nem is ez a beszélgetés, hanem mondjuk egy sokkal mélyebb beszélgetés folytatódna. Nagyon szívesen látom és várom majd a tanácsaidat, akár politikai szintén. Jézus Mária! Hogyha kellene, összeszeded magad és rám is fókuszálsz, nem csak a nagyvilágra. Úgyhogy Tamás, meg nekem egy nagyon-nagyon... Egy vicceskedő pöcs. Nagyon vicceskedő színfoltja a te életednek, de azért jó, mert ő viszont sokkal direktebb, mint te. Na, én pedig direkt megköszönöm, hogy itt voltál. Fogjál velem kezdet, köszönöm szépen. Ti, aki hülye, az őszinte. Köszönöm szépen a stábnak is, hogy bele tudták exponálni az arcomat ezekbe a kamerákba. A nézőknek pedig, hogy engem nem lehet kikerülni, mert én vagyok a Berki.